Aki látott már traktort hátulról, vagy dolgozott vele hosszabb ideig, abban biztos felmerült a kérdés, minek ez a sok felesleges alkatrész, ha úgyis a felsőkarok végzik az emelést? Miért nem rakják ezeket alulra, és sokkal egyszerűbb lenne az egész rendszer? Főleg, ha megnézzük, hogy a front hidraulikák, amiket a traktor elejére szoktak szerelni, azok pont úgy néznek ki. Utána néztem ennek, de mielőtt tovább mennénk, írjátok meg kommentben, hogy felétek hogy nevezik ezt az alkatrészt. Erről majd később lesz szó. Szóval, a három pont felfüggesztést 1926-ban, vagyis 97 évvel ezelőtt szabadalmaztatta Harry Ferguson. És azóta gyakorlatilag szinte semmit nem változott. Vagyis senkinek nem támadt jobb ötlete eddig. Persze vannak kisebb eltérések gyártótól függően, de a lényeg mindig ugyanaz. Van alul kettő kar, amire az eszköz csatlakozik, kettő felül, ami az alsókat mozgatja, és egy középen. Öt kategória létezik belőle lóerőtől függően, ami tulajdonképpen azt mutatja meg, hogy itt mekkora a lyuk. Vannak átfedések ezek között, ez is a gyártótól függ. Több oka is van, hogy így alakítják ki. Egyrészt, mivel a felsőkarok rövidebbek az alsóknál, egyfajta áttételként működik, így kisebb erő kell az emeléshez. Aztán így egyszerűbb megoldani, hogy az alsó karok tudjanak kicsit oldalra mozogni, valamint néha szükség van rá, hogy az egyik lejjebb legyen a másiknál. De a legérdekesebb, hogy így a csatlakoztatott eszköz súlya nem csak a hátsó kerekeket terheli, hanem egy kis része átkerül az elsőkre. Ugyanis az alsó kar a fizika órákról ismert kétkarú emelőként is működik. Ha ide ráakasztunk valami nehezet, az a másik végét felfelé emeli, ezzel pedig lefelé nyomja a traktor elejét. Na de térjünk vissza erre az alkatrészre. Magyarul a hivatalos neve harmadik pont felfüggesztő orsó. A Vajdaságban nevezik például stoplingnak vagy toplingnak, egyébként szerbül is toplingnak mondják. Egyik szónak sincs túl sok értelme, amíg nem tudjuk az angol nevét. Toplink, vagyis felső kapcsolat. Köszönöm a figyelmet!